Riporter király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy ország, aminek olyan nagyörűségesen szép királylánya volt, hogy senki olyan nem látott. De kívülről volt csak szép, belülről sajnos tisztis, nyafogós lány volt. Örökké toporzék volt, mindig annak kellett történni, amit ő akart, és bárki jön, mindenki bújnyolt és csúfolódott. De az apja nagyon szerette volna férhez adni. Úgyhogy kihirdette, hogy jöjjenek a kérők egymás után, és választon a lány férjet magára. Jöttek is minden országból a kérők egymás után sorba, hogy a királylán választhasson közülük. Sorba állították őket. A királylán kiment a palotából, mert olyan sokan voltak, hogy nem fértek be. Mindegyikhez volt egy keresetlen szava, de sajnos a kérők nem örültek neki. Ez túl fiatal hozzám. Ez túl alacsony. Ez nagyon sportos. Köszönöm. Nagyon jó. És túlságosan komoly hozzám. Tőle én félnék. Ez vagy mint a boros hordó. Hadonászik fel. Az arcát se látom. Ez olyan görbe, mint a megvetemedett főszva vesző. Ez se jó, az se jó. Ez meg mint a halál olyan fakú. Ejha, nézzétek! Ennek pont olyan az álla, mint a rigónak a csőre. Úgyhogy szegény király szép rajta is ragadt a bűnni, hogy Ribócső király. A király nagyon szomorú volt. Semmi nem volt. A bocsánatot kért a kérőtől, és útjukra bocsátotta őket. Bement a lányához, és beszélt vele. Te tőlük köszön leálljunk. Mondd meg nekem, kitől tanultad? De hát ilyen... Mire vagy ilyen megképzett? Nem? De látta, de tudj vissza nekem! Igaz, apák vagyok! De látta! Akkor is az apák vagyok! Hát, hozzám! Te mi vagy? Tudod mi? Az első kultusnak hozzá foglak adni feleségem. Majd megállom. Jó. A királylány nem hittette, a király nagyon komolyan gondolta. Másnap reggel jött és jelentették, hogy egy zenész koltus áll a palota kapuján. Felséges úr! Egy zenész koltus áll a palota kapuján. Így jártok, igyek! Jelent, hogy... Aki az én emberem, gyere koltusom! Férjedül! Akkor...
hűséges leszel hozzá egy életen át. Igen. Szeretene és megcsinálod-e mindig azt, amit kér tőle? Igen. Akkor én most összefonódott kezeteket leborítom ezzel a parázstal. Annak jeléül, hogy a házasságkötésetek az Isten előtt érvényes és fölbonthatatlan, és meg is áldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Menjetek Isten hírivel! Hát ül a térpalotában, Koldus asszonyt nem fűröz meg. Cselédeim vannak, de Koldus asszonyra nem szükségem. Jó ember, itt van a tél lányom, feleségem, vitt most már ő, tiéd. Menjetek! Nem, azonnal tessék, menjen ezután. Fogogatni neki. És ahogy elhagyták a palotát, mentek-mentek hosszú úton, egészen elhagyták az országot, és beértek Ligócsőr országába. Hogy a bölcsességét így megbosszulta az apja. Ahogy mentek, értek, oda jöttek egy gyönyörű szép kerekerdőhöz. Ki ez a szép kerekerdő? Ligócsőr királyé ez a kerekerdő. Hozzá vettél volna most ilyenkor? Ó, szegény lány, gyenge lány. Ezt tudtam volna. Ligócsőr királyhoz hozzá mentem volna. Mentek tovább. Ahogy mentek, éltek, odaértek egy csodálatosan szép mezőhöz. Ki ez a szép tarka mező? Ligócsőr király ez a tarka mező. Hozzá mentél volna, most tér volna. Ó, szegény lány, gyenge lány! Mondjátok bele! Tudtam volna, Ligócsőr királyhoz hozzá mentem volna. Mentek tovább, már kérdik lejárták a lábukat, amikor beértek egy csodálatosan, szép takaros városba. Minden ház tiszta, rendes volt, a királyi palota is csillogott-villogott. Ki ez a szép takaros város? Ligócsőr király ez a tágas város. Ha hozzámentél volna, most ér volna. Szegény lány, gyenge lány, ha ezt tudtam volna, Ligócsőr királyhoz hozzámentem volna. Elhagyták a takaros házakat, és amikor a város szélére értek, odaértek egy viskóhoz. A királylány elborzadva látta. Miféle viskó ez? Ez bele se félre. Ki ez a vitvány kis vésze? Ez a viskó mi házunk, ebbe fogta. Hát szolgák voltak? Miféle szolgák? Azt hiszed, itt is meg mindent megkapod? Majd mindent magadnak megszerzel, de most láss! Munkához rak, fizet, főzetni vacsorát, éhes is vagyok, álmos is vagyok. Szegény királylány azt sem tudta, mihez kezdjen, úgyhogy a férjének kellett segíteni, aki folyamatosan morgott, hogy milyen rosszul nősül, hiszen ez a királylány semmihez se ér. Szép lassan, ahogy elmúlt az idő, a királylány egyre ügyesebben, és még annyit örülnék is lehetne a munkában, hogyha sikerült egy jó ízű ebédet főznie, vagy szépen kidomlálta a kertét. Éj, asszony, de a kéz elfogyott. Éj, asszony, ez itt nem mehet tovább. Mindig csak enni, semmit sem keresni. Mától fogva kosarat fogsz fogni. Megpróbálkozott vele. Veszőt megszúrta az ujját. Látom, ez nem értesz. Nem baj, talán majd a faláshoz jobban kanyítasz. Szövésnek. De a szövőszépnek a fonala is elvágta a ujját, és ő tönkretette az agyamot. Ezzel se volt ő szerencséje. Mire megyek én veled? Semmiféle házi munkához nem konyítasz. Na de se baj, kezdünk valamit. Kereskedésbe kezdünk. Majd cserépetényeket és korsokat fogunk árulni. Én beszerzem az alapanyagot, te meg kimész a piacra és elárulod. Nem várhatjuk, hogy a számunkba repüljön a sürgalom. Szegény király nem nagyon megrendett, mert hogy itthon dolgozni az egy dolog, de kiállni az
emberek elé, hogy mindenki lássa, hogy milyen lesz a királyrányból, aki bőrös volt és dörgös. De nem lehet ellenkezni. Kipakolta a portétáját a piacon, és nagyon halkan kezdte árulni. És az edény, a jó esként már itt senki nem fog idejönni, hangosan kell mondani, itt az edény, szép edény, bátran! Itt az edény, szép edény, jó edény, a gyeptálat, cserépkorsot megyek. Tessék, itt a szép edény! És mentek is az emberek vásárolni. Úgyhogy este tele elszintén szint haza. Nagyon örült az uram is. Na jó, látom. De késve érkezett, és csak az út szélén maradt helye, hogy kipakolja portékáját. Szélére, hogy aztán ott összetaposztottál. Mire megyek én veled, nem vagy? Majd vártam, megkérdeztem a szakácsra, mert szükséges szolgálóra azt mondta, kell egy igazság, úgyhogy még megérte, még talán van egy kis remény. Úgyhogy a királylányból a konyhán mindenes cselédet. Tedd ide, fuss ide, hozd ide lányát belőle. Ő pucolta a krumplit, ő hordta a vizet a kútról. Egyik alkalommal, amikor vízért ment, meghallotta a kikirányokról. Ma este fényűző bál rendez a palotába. Figyelünk, figyelünk! Szép leányok, hajadonok! Gyönyörűzzétek, csinosítsátok magatokat! Meg a király főfelsége a ma esti bálon fogja kiválasztani jövendőbeli menyasszonyát, akit rövidesen oltára lépedett. Figyelünk, figyelünk! Ha nem lett a szolnáján gyűlös, ma én is ott lehetnék. Sőt, talán már régi volt sőt. Felesége lehetnék. Szegény lány, gyenge lány, ha ezt tudtam volna, Rigó csőr királyhoz hozzámentem volna. Egész nap lódott, futott, dolgozott, és amikor mindennel elkészült, megkapta a fizetséget, nem pénzért dolgozott a királynak a palotájában, hanem étel maradékért, amit beletett a szirkéjében. És amikor hazamehetett, nem vitte haza a lába, hanem elbújt egy oszlop mögé, hogy megnézze a bálozó tömbet. Ahogy végignézett magán, hogy milyen ócska a ruhája, egyszer csak ott állt előtte Rigó csőr király. Add a kezed, veled akarom eljárni az első tánc. Nézzel rám, hát én csak egy szolga, boldos vagyok. Nem vagy nem. Elkezdődött a zenet. És ahogy perogtak, forogtak, egyszer csak kiesett a lány zsebéből az ételmaradékos edény. Szétszóródott a málvántagból a sok-sok ételmaradék. Elnémult a tömeg, és mindenki azt figyelte, hogy
tengeredékért dolgozom. Sírva fogadj a királynál. Ne aggódj, kedves feleségem. Ezt mindazt azért én voltam a koltus, én voltam a lovas is. És mindezt azért tettem, hogy belásd gőgösségedet. Igen. És megbűnhődj kevésséged miatt. Nagyon védkeztem, nem értem lennémeztek, hogy így bánjad. Igen, védkeztél, de védkedett, megbűnhődted már. De most légy boldog, ezt az ünnepséget azért csináltam, hogy megüljük az igazi mennyegzőket. Apádat is elhívtam. Lassan utol van már, ide is érsz. Hogy így lesz vár? Te javultál, te jó!